Szeretettel köszöntöm Önöket a TV Pozitív stúdiójából. Egy fantasztikus, számomra már nagyon régóta várt alkalom a mai nap. A stúdióban köszönthetek egy nagyon kedves vendéget. A Színeknek a játszóházából egy olyan embert, aki ebben a bizonyos Színekkel játszóházban hol rendez, hol csak egyszerűen játszik, hol gyerekekkel is rendez, hol a szavakkal játszik. Egy költő, egy énekes, egy igazi magyar asszony, aki a nyelvünknek az őre, ápolója, és hát annyira örülök, hogy itt van. Kertész Katalin Keke a vendégünk. Szeretettel köszöntelek, nagyon örülök, hogy itt vagy a stúdióban. A Női Összefogás Közösség által létrehozott stúdióban, egy olyan helyen, ahol nálunk asszonyoknál szokták ezt mondani, hogy mindegy, minden. Mindegy, minden, igen. Nem olyan régen hallottam, hogy ismét rendeztél egy darabot. Szeretném, hogyha a Holle anyóról egy kicsit mesélnél, hiszen ebben a darabban gyerekek, felnőttek együtt játszottak, és én úgy érzem, hogy a Holle anyónak, ennek a mesének, ennek az emblematikus mesének jelenkorunkra nagyon fontos üzenete van most. Te hogy élted meg? Köszöntöm a nézőket. Mindig csodálatos érzés gyerekekkel kapcsolódni. A gyerekek a legnagyobb tanítóink. Az unokád is? Az unokáink is, és most játszik egyébként, tehát az az érdekes, hogy annak idején, amikor én Szentendrére költöztem, és a lányom iskolás lett, akkor megfogtam a kis kezét, és elvittem a művelődési házba, hogy színjátszó csoport van-e a városban. És mondták, hogy nincs, de maga színész, én miért csak nem csinál egyet? Vedd a kezedbe az életed, vedd a kezedbe a céljaidat. És akkor volt a Pocakban, tehát, hogy akkor én várandós voltam a második gyermekemmel, és igazából ráértem, és elkezdtük Szentendrén, a lányom még iskolájában a színjátszást. És nagyon érdekes, mert most már 34 éve csinálom, és most a mostani színjátszó csoportban az az érdekes, hogy most már az unokám. Tehát az ő 6 éves kis kezét fogta meg, ahogy iskolába került, és ő is jött velem. Úgyhogy ő a legelső darabot a lányomékkal csináltuk, és hát rengeteget rendeztünk már. A Holle anyó az engem azért érintett meg, egyszer volt nálam valaki egy beszélgetésen, és kijött az, hogy ő a családban a lusta lány. Ő az, aki semmit nem akar csinálni, és nagyon érdekes volt, mert ahhoz, hogy megértessem vele, hogy minden olyan, ami tevékenység, minden, amivel hozzájárulunk a világhoz, attól csak többek leszünk. És nagyon érdekes volt, mert elkezdtem elmesélni a Holle anyu történetét. És ahogy meséltem a történetet, ott van az a nehéz sorsú lány, aki mostoha körülmények között él, szeretetlenségben él, és mégis mindenből valami fényeset, valami jót tud létrehozni. Észreveszi, hogy hol vannak a feladatok, és egyszerűen megcsinálja. Egyszerűen. Így van, tehát hiába éri őt atrocitás a mostohájától, hiába éri őt a nővérétől, ő jókedvel, szeretettel, a belőle áradó tisztasság segítségével hozza létre a saját teremtését. És bármennyire szidalmazzák, éhezik, szomjazik, ő a... Ugye van egy érdekes mondás, hogy a nehéz idők erős embereket teremtenek, a könnyű idők pedig gyenge embereket. És ennek a lánynak nagyon nehéz a sorsa, de abból ő a legjobbat hozza ki. És szalad, és csinálja, és teszi, és amikor odáig jut a történetben, hogy éhes, és enni szeretne, akkor a mostohája azt mondja, hogy nincs dolgod, és kizavarja a ház elé, ahol az élete fonalát szövi.
Megjelent ez a, mi mindig szőjük ezt a fonalat, és kapunk nehézségeket az életről, és mindenki a tanítónk, és igazából önmagunkról tanít. És bármi ér bennünket, mi a reakciónk vagyunk. Tehát ha én rossz dologra rosszul reagálok, akkor az én energiám, az én tudatomra hat a rossz. És ez a lány nem lesz áldozata ennek a történetnek, hanem szövi az élete folyamát, és énekel, dalol. Nem zavarja meg, hogy mi történik a külvilágban. A belső világa felé fordul, ahol mindig megtalálja a belső békéjét. És természetesen annyira hideg van, hogy elgémberednek a kis ujjacskái, és az orsó felsérti az ujját. Ugye a vér, a kiserkenő vér, és kipróbálja, hogy megmossa a kútnál. Mert véres lesz az orsó, és beleejti a kútba. És elkezdtem megérteni, hogy a kút az mindenképpen a félelmünk legyőzése. Tehát valamibe belevettem magam, valami ismeretlenbe. És ugye ő rohan a mostohájához, és mondja, hogy mi történt, és azt mondja neki, hogy ugorj utána. És valójában, amikor a kútba ugrik, beleugrik az ismeretlenbe, valójában egy halál közeli élményt él meg a lány. Valójában beleugrik a vízbe, és a víz az, az életnek a vize. És valójában milyen érdekes, hogy a mélységben megy, mégis az égbe ér, hiszen a hullaanyó, az fent van az égben. Van. Tehát, hogy micsoda érdekes dolgokat élhetünk meg, hogyha bátrak vagyunk, és nem félünk igazából semmitől sem, még a kútba ugrani sem. És sokszor ott találjuk meg önmagunkat, és egy békés világot. Így van, hiszen ahogy a lány beleveti magát a kútba, ott gyakorlatilag egy gyönyörű kertben találja magát. Az édenkert képe jelenik meg. És nagyon érdekes, mert abban a pillanatban, amikor ebben a gyönyörű világban, ahogy te is mondod, hogy a mélységben a magasságot érti meg, és ebben a mélységben egyszer csak kenyerek jelennek meg, akik kiabálnak, a feladat. Szedj ki minket. És ha megnézed az idő misztériumát, akkor már is az időről tanulunk, bár az idő lineális, de ebben a lineális állapotban, ha korábban szedett ki a kenyeret, akkor nyers még. Ha később, akkor megég. Ugye szedj, végezz el a feladatod akkor, amikor a sorsod eléd hozza ezt a történetet, és ő gyönyörűen kiveszi a kenyereket, kosárba rakja. Majd megy tovább, és megjelennek az almafák, én a gyerekeket almáknak. Ugye az alma, ez egy nagyon érdekes József Attilánál gyönyörűen jelenik meg, hogy rohadt alma, egészséges alma egy ágon terem, és ugyanaz a magja. És hát, hogyha belemegyünk a bibliai történetbe, ugye a tudás fája, jó és rossz tudásának fája, az egy almafa, tehát ott találja magát, hogy szed le az almákat. És azért ugye a társulatban, a Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi Stúdióban többféle korosztályú gyerek van, és a haladók játszották a mesélőt és a pessimiskát. Tehát, hogy beleraktam plusz figurákat, akik játsszák a történetet. Ezt is csak magyarul értjük, hogy pessimiska. És ugye a pessimiska van egy olyan rész, ahol a mesélő elkezdi a mesét, és mondja, hogy egyszer volt, hol nem volt. Mi az, hogy egyszer volt, hol meg nem volt? Mi ez az eltüntető történet? Tehát ő mindenbe beleáll, mindenbe beleköt, és időnként leáll a mese, és időnként van a történetben maga a történet szakrális mesélője, aki egy kicsit ezen keresztül tanítja, a színdarabon keresztül a gyerekeket, ahol megjelenik a lány, megjelenik a jó és rossz, és ott vitatkoznak, hogy ugye az alma máter, az iskola, a tudás, és ugye az élet tapasztalat hozza valójában a tudást. És le kell szednünk ezeket a gyümölcsöket, és az élet tevékenység által hozott tudás, ami a tanulás,
és a megértés. És a lány leszedi az almákat. Tehát szorgalmas itt is, kosárba gyűjti őket, és mindenki boldog, és megy tovább. És a mesében ugye elér egy úthoz, ami egy házhoz vezet. És nagyon érdekes a mesékben, ha megnézed, nagyon sokszor nem értjük azt, hogy szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál. A legfontosabb mesebeli mondat most valójában számunkra, hogy hogyan nézünk mi azokra az emberekre, akikkel találkozunk. Hiszen a mindennapi életben a valódi nagyok soha nem mutatják, hogy kik. És a magyarságnak ez egy nagyon fontos üzenet. A szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, valahol az anyaságnak a tisztelete, valahol az idős nőknek a tudása, és az a fajta bölcsesség és az a fajta hatalom, ami van az öreg asszonynál. Ugye jelenesen. A hat alma neki. Ugye van. A hat almád, ez egy nagyon érdekes, hogy József Attila mennyire gyönyörűen írja, hogy a hetedik te magad légy, és ott is keresztül megy ugye az almák, a riadalma, hatalma, tehát ott vannak ezek a misztériumok, és amikor ő meglátja ezt a csúnya nőt, mert az az érdekes, hogy egy csúnya nő néz ki az ablakon, és a lányban nem jelenik meg az ítélet. Tehát mi hányszor külső alapján, én nagyon szeretem a csodák tanítását, és Ben Groot féle változatban is van egy ilyen csodák tanítása könnyedén, és ugye a humor részéről fogja meg a csodák tanítását, és írja az egyik, nem tudom pontosan kitől idézi, hogy dugd be a nadrágodba, vagy a zoknidba a nadrágodat, és már nem várnak el tőled olyan sokat. Ugye, hogy mennyire az, hogy a megjelenésünk, mi a külsőségekre adunk, és nem a belbecsre. A külcsín lesz a fontos, és a lány kedvesen szólítja ezt a csúnya öregasszonyt, és kérdezi tőle, hogy nem látta-e az orsó. És ő azt mondja, hol le anya, hogy nálam van. Kedvesen szólítja meg, betessékeli a házába, és azt mondja neki, hogy nincs más dolgod, mint tisztán tartsd a házat. Mi a ház? Úgyhogy ha nézzük, az avatárunk, a fizikai testünk, a lelkünk otthona, és amikor a lány tisztítja ezt a házat, akkor önmagát tisztítja, önmaga tisztul meg, és felvezeti őt a padlásszobába, és azt mondja, hogy semmi más dolgod nincs, csak hogy tisztán tartsd a házat, és a dunyhát, amit ha kiversz, hogy akkor a földön esni fog a hó. És mennyire gyönyörű ez, hogyha megnézed, a kenyér a pillanatnyi idő, az alma, az eltöltött, az életidő, amivel tudást veszel, és minden kihat a világra. Minden, amit te teszel, vagy nem teszel, az kihat erre a világra. És ez a lány, aki gyönyörűen minden hajnalba fölkel, és felveri a dunyhát, és abban a pillanatban ugye van egy gyönyörű rész a mesében, hogy a hideg, rideg, ami a halál misztériuma, az elmúlás, a tél, megjelenik a hótakaró, és a gyerekek ebből is a legszebbet hozzák ki, az évszakok misztériuma, és azon a télen nagyon boldogok lesznek a gyerekek. És hogy mennyire más idő van, mert ott, amikor valaki hazatér a szellemhazába, a halál közeli élményeknél, akkor azt mondja, hogy egy életet lát végig. Itt pedig sokszor csak percek telnek el. Tehát itt is a lány ott megéli a tél évszakát, és az ő végtelen szeretete, szorgalma, csodálatos telet varázsol. A gyerekek pedig boldogok. Nevetnek, hóembert építenek, a növényt betakarja, a hótakaró, nem fagy el a hó alatt, az őszivetés, és azon az a télen... Ez egy áldás, egy igazi áldás. Csodás lesz. És az az érdekes, hogy amikor ezt minden nap megteszi, kitakarja, gyönyörű a tél, és egyszer csak azt mondja az anyókának, hogy anyóka, hazavágyom. És milyen csodálatos dolog az, hogy nem ijed meg
hogy visszatérjen a nehézségekbe, amik erősebbé tették. És Hola anya azt mondja, hogy csodálatos vagy, becsüllek téged érte. Elvégezted jól a feladatodat, és jutalmat kapsz. És ugye mennyire gyönyörű az, hogy arany lesz az aurája. Ugye amit én uralok, az aurámat, urrává válok, a női nehézségeken keresztül megőrzi a békéjét, a szeretetét. Megőrzi a csillogását, a szépségét, és visszavágyik a földi síkra. És a jutalma gyönyörű arany aura lesz, aranyhaja, arany ruhája. És nagyon érdekes, mert hazakíséri őt Holle anyó, a tél anyó, és ő, ahogy hazatér, nem ismernek rá. És otthon nagyon édes az a jelenet, hogy otthon van a gyerekek szaladnak, akik az almácskák voltak, több szerepben vannak, és szaladnak, hogy aranyos lányunk hazatért, aranyos lányunk hazatért. Ők előtte is lehet, hogy olyannak látták. Ők mindig, mert ő az. Akárhányszor találkozott velük, boldogok voltak, és akkor itt bele kellett érni, ugye nagyon, az Andersen mese változat nagyon rövid, tehát ott kellett legyen a fantáziám, miközben a forgatókönyvet írtam, és itt kitaláltam, hogy a gyerekek várják őt haza, és közben szanaszét dobálódott az otthon, ledobott ruhát, trehányság, renyhesség, vitatkozik a két nő, akinek mindent, mert mikor jön már haza, itt micsoda kosz van, mikor, és hazatér ez a csoda. A rend, a harmónia. A rendet teremtő asszony. Uh-huh. Az a fiatal lány, aki megjárta ugyan a hadak útját, de sosem hadakozott a sorsa ellen. És megérkezik, és elirigylik tőle. Nagyon sokszor jelent meg számomra, hogy nagyon sokan az igazi földi feladatokat, ha már az asszonyi misztériumról van szó, meg akarjuk úszni. Úszni, ugye nem tudjuk, tehát ha együtt úszol az árral, és ellenállás nélküli vagy, és szeretettel teszed a dolgod. Ugye a cselekvés, hogyan hagyja át az energiád, azt, amit csinálsz, az aranyjá válik a kezedből, rendeződik. A lusta lány, aki nem akar dolgozni, irigyli a másik ragyogását. És kérdezi tőle, hogy mondd már nekem, hogy úristen, hogy lett ez így? És elmondja neki, hogy hát útba estem, és ez történt, és azt, és volt ott egy anyuka, és nagyon sokszor az élet beavatását nem tudjuk egy hétvégi spirituális tanfolyamon. Sőt, szerintem sosem. Sosem, tehát így van. Tehát az élet játéka arról szól, hogy ha te jól csinálod ezt az életet, a sorsodat, és szeretetben, szeretett teljességben marad, akkor ott lesz ez a ragyogás benned. És a lány, aki után ugye beugrik a kútba, sőt az anyja dobja be, nem szedi le, vagy nem veszi ki a kenyeret, mert hogy megégetem magam, nem szedi le az almát. Ugye nagyon érdekes, mert a gyerekeket kérdezi a játékmester is, van, aki felnőtt színész a mesébe, és nagyon érdekes, mert a Holle anyót Oroszi Éva orsolyon játszotta, ő volt színjátszósom, és a horvát Pankotai Csongor játsza játékmestert, aki a gyerekeket különböző szerepekbe koordinálja bele a mesében, mert mindig váltódnak a szerepek, a pessimiskák is, a mesélők is, és ott is mindig van egyfajta játéktér, ahol ők levonják a konzekvenciát, mindig kinyitjuk a játékteret a rendezés során a közönségnek, bevonjuk őket a játéktérbe, kiabálhatnak a gyerekek, azt mindig szeretem, ha gyerekelőadást rendezek, hogy a gyermek tudjon kapcsolódni a játékkal, hiszen a katarzis, az az átélés. Én a színházat azért szeretem, mert mindig a jelenben történik. Tehát megnézhetsz egy filmet, de azt nagyon sokszor veszik föl, amíg a legtökéletesebb lesz. A színházban nem mondhatod azt, hogy kérem, én tegnap jól játszottam.
a jelenlétre tanít, a függöny most megy szét, és ebben a pillanatban, a mostban kell jelenben lenned, és kivinni az összes élethelyzetedet. Én a színészeimnek mindig azt szoktam mondani, hogy hagyjátok a magánéleteteket a takarásba. És nagyon sokszor kéne egyébként, hogy a tegnap történeteit elhagyjuk, hogy megérkezzünk a jelenlét csodájába, hiszen az idő paradoxonában mindig csak jelen van, nem tudsz tegnapba visszamenni, hozhatod a tapasztalatát ennek az alma maternek, az életiskolájának. A tegnap megszülte a mát, a ma szüli így a van, holnap. Így van, a mából születik a jövő, és ha áthúzod a tegnap negativitását, akkor itt lesz ebben a dologban is. És ugye ezekről nagyon sokszor a mese során, átküldöm majd neked nagyon szívesen a forgatókönyvet, mert rengeteg fölismerés jött, és ugye ez a lány, aki a szurkot kap a végén, mert semmit nem akar elvégezni, ugye fekete aura. Tehát ha nem vagyunk hajlandó, elvárjuk, hogy a sülcsgalamb a szánkba repül, majd valaki megcsinálja, megveszi helyettünk, és lehet, hogy én külsőségekben vagyok benne, de az a belső világom gyönyörűség, ami a tevékenységeimet átható erő, akkor ezekben igazán meg tud jelenni a jelenemben az a tiszta arany, aranyasszonyi minőség. Ugye mennyire gyönyörű, hogy még egy ilyen nem magyar eredetű mesében is mennyire benne van, ugyanaz a szakralitás, ugyanaz a tanítás. És természetesen, amikor felfogjuk az élet gyönyörű misztériumát, játékát, abban óriási tanítás rejlik. És képzeld, nekem a legnagyobb csoda az volt, hogy van egy 33 éves fiam, aki krisztusi korban van, és persze nézte az előadást, és egyszer csak hazajött, és azt mondta nekem, hogy anya, annyiszor ismertem magamban a szurkosban. Ez lenne a kérdésem, hogy szerinted, hogyha most körbenéznénk a világba, és látnánk az emberek auráját, és így szétválna, hogy arany vagy fekete, mennyi feketét és mennyi aranyat látnánk, akár itt mi, most a közvetlen környezetünkben, itt Magyarországon, a Kárpát-hazában? Ez nagyon érdekes, mert ha elkezded látni a sötétet, erősíted a sötétet. Tehát, hogy azt értsd meg, hogy a megfigyelő aktusa a tudat alapeleme. Tehát, ha nem tudod látni benne az Isten fényét, amit te, hogyha megnézed a Heisenberg-féle határozatlansági elvet, ami a fizikának egy nagyon fontos szabálya, hogy én határozom meg, ha én benne sötétséget látok, sok van persze, de én meg tudom erősíteni a másik fényét. Tehát, és pontosan ez, ha én rád vetítek, a buddhizmusban van egy gyönyörű mondat az egyik Samantha Bhadra imájában, hogy a kivetítéseimet semmi sem szennyezi. És ha én azt keresem benned, hogy hol van sötétség, megtalálhatjuk, mindegyikünkben ott van az árnyék minőség. Elkerülhetetlen, hiszen te döntöd el, hogy az élet fényes oldalára, de igen, most még, de egyre több a fényesebb lélek. Tehát amit én tapasztalok, hogy nagyon sok, gondolj bele, hogy 34 év alatt drámatanárként is rengeteg iskolában tanítottam. És a 34 év alatt, ha én meg tudtam látni a gyerekben az ő ragyogását, akkor ezek a gyerekek ragyogóvá váltak. És itt jelenik meg a női szakralitás, hogy mi vessük el a fényes magokat. Igenis, mindenkiben ott van a Krisztus természet, a Buddha természet, az Isten fény a szívközpontodba. És ha én tisztán ragyogónak látlak, akkor én előhívom belőled, mert egyek vagyunk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a csodák tanítása azt lát, hogy azt tanítja, az alaptézis a csodák tanításának, hogy ami valós, az semmilyen veszély nem fenyegeti. Ami valótlan, az nem létezik. Az idő igaz, és eldönti, ami nem az. Tehát én benned a ragyogást látom, és azt erősítem. És láthatom a sötétséget, de akkor azt erősítem. Tehát amikor én már nem vetítek senkire, nem a rosszat akarom látni benne. Mert látva láttatok. Tehát az én
szívem nyitja a másik szívének kapuját. Valójában egyébként ez is igaz. De az is ebben a mesében, hogy érdem alapján kapja valaki akár az aranyat, akár a feketét. És ez egy nagyon elgondolkodtató dolog, mert nyilván, hogy te egy olyan minőségű ember, vagy egy abszolút szeretett minőségű ember, aki magából kiindulva, ugye a saját szemünkön keresztül tudunk látni, ezt a minőséget látja, keresi, mindemellett érdem szerint bizony vannak feketék, akik szurkot érdemeltek, és vannak fehérek, vagy aranyok, aranyasszonyok, vagy aranyemberek, akik viszont tényleg annyira boldogan és szépen élik az életüket, leszedik az almát, kiveszik a kenyeret, nem félnek a hőtől, rázogatják a párnát, és a hó az valójában a legrendezettebb manifestált vízállapot, tehát ott aztán tényleg rend van, ahol esik a hó, ott harmónia van. Tehát ezek az emberek pedig megteszik azt, amiért születtek, amire születtek, és valójában ők járnak jól, és ez a fény, ez a boldogság, ez az aranyasszonyokban, hát hogy úgy mondja, árad és ez tartja fent azt a világot, amiben mi vagyunk. Valójában én szeretném megkérdezni, hogy te, mint magánember, hogyan éled meg azt a fogalmat, tehát hogyan éled, hogy szakrális nő? Mit jelent ez a fogalom? Olyan sokat beszélnek manapság róla az asszonyok, és a férfiak pedig keresik a szakrális nőket. A férfi és a nő nincs egymás nélkül. Tehát bennünk is ott van egyébként. Hiszen ugyanannyi a születésedkor, vagy a fogantatásodkor, ugyanannyi férfi és női minőséget kapsz, egy apát és egy anyát. A szakrális nő az, amikor már nem a genetikai vérvonalad minőségét éled, hanem mi mindnyájan Isten gyermekek is vagyunk. Tehát amikor megérted, hogy a végtelen szerelmetes szerelem gyümölcse vagy, lejössz ide a földi síkra egy színjátékot játszani. Nagyon-nagyon igaz, amit Shakespeare mond, hogy színház az egész világ, és itt színész benne minden férfi és nő. És ne felejtsük el, hogy akik szurkot kapnak látszólagosan, ők is a mi tanítóink. Tehát ők is beavatók. Van, amikor, ha Neil Donald Walshnak a Beszélgetések Istennel című könyvét olvastad, és ott van a kicsi lélek tanmeséje, hogy egy magasan fejlett lélek ő vállalja azt, hogy ő ártani fog, mert a kicsi lélek a megbocsájtást kell gyakorolja. Tehát hogyan tudom én nem gyakorolni a megbocsájtást, ha nem lesz ellenem vétkező? Tehát mindenki, aki egy szerepet játszik ebben a földi síkban, de szakralitásban mindnyájan az Isten gyermekei vagyunk. Lehet, hogy itt kapunk szurkot, és én nagyon sokszor fel szoktam tenni a kérdést magamban is, hogy amit kapok, például valakitől, ez karmikus. Pont beszélgettünk Szepes Mária Raguel című művéről, és ott a 12 zodiákus jegyben végigjártak, találkoznak Raguellen a mesterükkel, és zseniális mondat hangzik el, hogy mindig szembe találkozol saját magaddal, és saját magad cselekedeteivel. Tehát semmi olyan dolog nem ér téged, amit te valaha nem tettél. A másik pedig, ha tudod, én mindig meg szoktam nézni, hogy oké, engem ért valami, hiszen folyamatosan interakcióban vagyunk a világgal, mi erre reagálunk, amire reagálunk, az általában már megtörtént, mivel mondtam az elején, hogy a reakcióm határoz meg, és ha a reakcióm tud szeretetteljes lenni, és nem támadásnak veszem a másik ember viselkedését, hanem valami hiánynak, hiszen ha ő engem bánt, nincs jól. Tehát nézd meg, aki jól van, az nem bánt másokat. Tehát ha én nem támadásnak veszem az, amit ő csinál, nem tud velem semmit csinálni, mert az én reakcióm, a szakralitásom meg tudja őrizni a tengelyét, vagy pedig megkérdezem, hogy oké, ezt most kaptam, ha belőlem harag lesz. A Csodák Tanítása gyönyörűen tanítja, hogy a haragot ottól nem lesz jobb a világ. Tehát ahogy én figyelem a világot,
és a szeretettel figyelem, és úgy nézem őt, mintha most ismerném meg, és nem veszem támadásnak a viselkedését, hanem valami hiánynak veszem, akkor szeretettel fordulok felé. A szakralitás gyógyítja azokat, és nem támad, és nem megy bele energia harcba. Tehát, hogy amikor a nő és férfi misztériuma megjelenik bennünk, egy nagyon érdekes, van egy nagyon jó tanító, Molnár Gábornak hívják, és voltam az egyik előadáson, és nagyon jót mond a Gábor, mert azt mondja, hogy ahogy benned van a férfi és a nő, és magadban majd egységben hozod, például a férfi az egy gyakorlatias, figyelj, tudom, oda megy, csinálom, teszem, a férfi, hagyjál ma anyukám, add ide az ételt, a nő meg szépít. A férfi nem fog venni a nőnek, mondja Gábor, virágot anyák napjára. A benne lévő nő fogja azt észrevenni, hogy virágot kell vennie, hiszen ott van benne is. Ez a gyönyörű, tehát a szakrálitás a bennünk lévő férfi és nő egysége, de a bennem lévő férfi fogja megérteni a férfit. Tehát tudom, hogy most fáradt. Tudom, hogy most hazajön, nem lesz ideje udvarolni. Felmérem, hogy milyen állapotban van ez a férfi. És abban a pillanatban az energiát harmonizálása, átrendeződése a szakrális nő szeret terében, hogy érzékelem a világot, és egy kiegyenlítő energiát. Mert a nő szeretet terében minden az ég egyött a világon kiegyenlítődik. Jól működik, harmónia van. Így van. Tehát ha te nem támadásnak, én 37 évet éltem egy házasságban, férjem már a fényes világban van, nagyon nagy tanítóm volt. Rengeteget tanultam tőle. Megtanultam, hogy hogyan ne vegyem át azt a feszültséget, amivel ő küzd a hétköznapokban. És ha én jól voltam, akkor mi jól voltunk. Tehát amikor felfogja a nő, ha ő mindig a férfire reagálunk, akkor mi mindig áldozatok leszünk, mindig reakcióban leszünk, és nem leszünk azok, akik a szakralitásunk által létrehozzuk a magunkban való egységet, és a férfivel való egységet. És ott meg tud jelenni az a fajta csoda, ami által a szerelmetes szerelem tágul föl. Én azt szoktam mondani, hogy a szerelem a mindenben a gyönyörűség, a szépség. Hiszen mi tudjuk felfedezni az élet szépségét? Mindenben és mindenkiben. A szakrális asszony, az most így nagyjából körvonalazódott. Hogyan válhatunk a mindennapjainkban aranyasszonnyá? Mit jelent neked ez a minőség? Nagyon érdekes volt, egy ilyen 8-9 évvel ezelőtt egy hajnalban arra ébredtem, Mária anyánk mondja, hogy te vagy az egyik aranyasszony. Én megmondom őszintén, síró görcsöt kaptam. Én annyira megijedtem ettől. Annyira megijedtem a nagy feladattól. És akkor még nem értettem, hogy mi ez. De nagyon érdekes, mert elkezdtem élni a küldetést. Nagyon sok helyre mentünk el, szórtuk a fénymagot, nagyon sok spirituális közösségben mentem, mert soha nem engedtek egyébként sehol elköteleződni. Viszont végtelenül szeretett kapcsolatban vagyok mindenkivel, ahol jártam. Egy hídember vagy. És tényleg azzal a végtelen szeretettel tudok mindenkire tekinteni, látom mindenkiben a csodát, amit az isteni mag elvetett. És azt hiszem, hogy ez az aranyasszonyságunk, hogy ezt a csodát elvessük az otthonunkban, azzal a szeretett térben, amit otthon kialakítunk magunknak, az étel megfőzésével, a szépség felfedezésével, a nőiségünk megnyitásával, és meggyógyítani a férfi. Mi is sebződtünk a férfitől. Nem tudom, mennyire ismered azt az írást. Ajánlom a hallgatóknak, hogy ha meg akarod gyógyítani a világot, szeress egy nő, egy férfit igazán. És nagyon-nagyon-nagyon szép ez a dolog, mert például
Engem a házasságban pont arra tanított a férjem, hogy mindazért, amit néha csinált, hogy áldozatul esek, vagy pedig megtanultam a feltétel nélküli szeretetet. És ebben a feltétel, nézd meg a gyönyörű szót, feltétel nélküliség, ugye a magyar nyelv, szavak, nagyon szeretek én is játszani, hogy mondtad a szavakkal, hogy felvisz tétje van, de nélküle nincs ég. Tehát amikor láttam azt, hogy amit én kaptam például a férjemtől, nagyon sok esetben tettem én is. Tehát láttam azokat az életeket, ahol én hasonló dolgokat csináltam, akár férfi testben, akár női testben, és most a megbocsájtás szentségén keresztül feloldódott ez a dolog. Hiszen amikor már nőként nem vetted a szemére, nem rágott szét a lelkét. Tehát nagyon sokszor én szoktam mondani, az emberekkel beszélgetek, és mondja, hogy ezt csinálta, azt csinálta, így csinálta, úgy csinálta, és mondtam neki, hogy te az iskolában hányszor kaptál ugyanarra a dolgozatra egyest? Mindig ráírod? Megint ráírod azt az egyest? Tehát nagyon sokszor vesszük elő a múltat, és a múlt, hogy mondjam ezt szépen, általánosítunk, és kakját, az, igen. A szemére vetjük a másiknak. És képzeld el, hogy most jelen van, ha behúzod, ugye a jelen nyitja a jövő kapuját, hogy te is gyönyörűen fogalmaztad, ha én áthúzom folyton a problémákat, akkor itt lesznek, és én problémázóvá válok, problémát rátok, és már pedig, ha én a problémát keresem, olyanok vagyok, mint egy Google. Tehát ha én azt látom a másikban, hogy mi a rossz benne, akkor én felidézem benne, megidézem azt a problémát, és újra és újra vetítem ő benne is. És amikor megtanultam azt a házasságon belül is, hogy én is szépnek lássam, gyönyörűnek lássam, nagyon-nagyon sokat változott. Tehát mi nők fogjuk meggyógyítani most, hiszen minden férfit anya szült. És amikor ezzel a végtelen szeretettel és szerelemmel az ő megsebzettségüket, hiszen én most nagyon sokszor tapasztalom, hogy a férfiak újra érzékenyek. Annyira imádtam, valamelyik nap sírt az unokám, két fiú unokám van, és oda ment a fiam hozzá, hogy egy férfi nem sír. És mondta neki a lányom, hogy de, a férfi sír. Merje kimondani, vagy kimutatni. Sokkal rosszabb, ha megkeményedik, és támad az a férfi. És akkor mi áldozatul válunk az ő dühének. De ha hagyod, hogy a férfi megélje, és természetesen neki is az a feladata, hogy ne pusztító legyen az erőtere. Hiszen a mi szakrális szél, a férfinek az ereje a harában van, és hogyha vagy gyenge, vagy haragos, ugye mennyire gyönyörű a haraszó, a központi energia, itt ő képes elégetni az indulatait, a haragját, és ezt egy női kéz érintése tudja eloszlatni. Azt, ha te nem magadra veszed azt a haragot, hanem már nem harcolsz a férfivel, hanem szelídíted a férfit. És természetesen szükség van arra az erőre, de már nem pusztításra használja, hanem építésre, alkotásra. Vagy védelemre. És mi nők, ugye a szakrális szentségünk, a gyémántunk, a méh gyémánt magja, az egy csodálatos dolog, hiszen a szent háromságunk, a szépség, a jóság és a tisztaság energiáját kell erre hozni. Ne felejtsd el, a női nóni egyszerre a szerelem és az élet kapuja. Tehát amikor átminősíted magad aranyasszonysággá, akkor ebből az isteni áldással például csodálatos gyerekek születnek. Tehát mindaz, amikor a szerelmeskedés, vagy maga a szerelem gyönyörű, befogadó lesz, és a férfi nem birtokolni akar, kielégíteni, hanem összeolvadni. Tehát erre tanítjuk a világot, újjászületési folyamatokkal, magunkat újra szülve, a szívünkbe újra szülve a férfit, a gyermeket, a nőt, és felfedezve benne a csodát.
Azt hiszem, hogy az aranyasszonyságnak ez a lényege, hogy a te fényedben fürödjön és alakuljon át a világ. És vedd észre, hogy hol van szükség fényre, és oda vidd a fényt. Azt mondtad, hogy akkor, amikor elkezdődött ez az utad, akkor szépen összekapcsoltad a különböző nőket, a különböző köröket, és sehol nem horgonyoztál le, hanem mentél körről körre, mindenhová vitted a fényt. Mennyiben érzed azt, hogy most, amikor olyan életellenessé vált valójában a világ, amikor az aranykornak a kapujában vagyunk, és valahol a gödör aljára érünk, milyen szerepe van a női összefogásnak? Nagyon érdekes, amikor az ember elkezdi levenni az ítélkezést, és itt él. Az összes nézőpontunkat, hitrendszerünket, összehasonlításunkat, felfedezni a másikban a csodát, félretenni a rivalizációt, együtt érezni az asszonysággal, az anyasággal, a nővel, mert egymást tudjuk gyógyítani. Tehát a legszentebb dolog az, hogy van egy dalom, ugye én dalokat is írok és dobolok, és a szövege a dalnak, hogy az egység felé megyünk, szívből örvendezünk. Egy az Isten, egy a bennünk élő, és egyé válik bennünk a szeretet erő. Tehát nagyon fontos az, hogy mi magunk, ha én azzal a nyitott szívvel, összekapcsolódással, szemkontaktussal, nyitottsággal tudunk egymás felé fordulni, akkor egy kézből, két kézből négy kéz lesz, négy kézből hat, hatból nyolc. És egyszer csak rendes. És egyszer csak elkezdődik ez a dolog rendeződni, hiszen ne felejtsd el, hogy a maszkulin társadalom, persze volt, amikor anyai jogú társadalom is volt, és amikor belelátok bizonyos életekbe, akkor azt is látom, hogy mi is tudunk egy mondattal kiherélni egy férfit. De akkor nem női minőségben vagyunk. De akkor nem női minőségben vagyunk, tehát nekünk is van egy Lilitünk, aki harcol a férfivel, aki belekényszeríti valamiben a férfit, de az Éva minőség, tehát hogyha benned is egyébként Lilit és Éva egységbe lép, hiszen azért a Lilit végtelenül okos nő, önmaga hagyja el a paradicsom teret, tehát ő lép ki abból a szakralitásból, mert Ádám egy olyan nőt akar, aki belesimul, aki szót fogad, és ugye ne felejtsd el, hogy pont ma néztem a VNTV-nek a nagyszerű nők beszélgetnek pont az összefogásról, Szilasi Márti, Somomag Mamag és a Pozsgai Niki, és sorolhatnám, és pont arról beszéltek ezek a nagyszerű nők, hogy egy tényleg összefogás, egymás csodálata, nagyszerű minőség meg fogja tudni hozni a változást. Tehát ha mi egységben vagyunk, akkor a férfi is képes önmagával egységbe kerülni, és újra egységbe kerül, nagyon sokáig volt egy a nemek harca, tehát hogy amikor hallottam egy nagyon jó mondatot egy videóban, hogy az önmagukért tevékenykedő lények, és nem az egymásért, tehát nem az adakozó vágy, hanem a megszerző vágy, nevezzük az árnyékoldali lényeknek, vagy a szurkosoknak, akiknek még fontos, mert hiszen a testtel és az anyaggal azonosítja önmagát. Én azt érzem, hogy valahol gyönyörűek ezek a szavak, és valójában ezt éljük is. De most amire leginkább szükség van, ezt érzékelem, az, hogy végre együtt tudjunk cselekedni. Tehát valahol nagyon hiányzik az, hogy tényleg össze tudjunk fogni. A férfiak is erről beszélnek, hogy milyen nagyszerű lenne, ha végre egyet tudnánk érteni, és mindenki azt szeretné, hogy vele értsenek egyet a többiek. És mi nők kellene, hogy példát mutassunk valójában, és ahogy mondtad, hogy a VNTV-ben ezek a nagyszerű hölgyek
szintén elkezdtek erről beszélni, de valójában mit teszünk? Valójában van-e szerinted annak relevanciája, hogy ez a női erő a közeljövőben ki tudjon bontakozni? A magyar nők, a női összefogás közösség tudja-e azt mondani, hogy gyermekeink élhető jövőjért ennek az őrületnek szeretnénk véget vetni, és teszünk is érte? Olyan érdekes, mert ahogy te is mondod, hogy ti is elkezdtetek magukat, és mindenütt elvetődtek a maguk. Sokszor figyelem az energiákat, és olyan, mintha eljönnének az ideje. De egyelőre mindenki saját környékén kell az összefogást és az egységet megtegye. Ahogy egy iskolában is, hogyha változik a tanári kar szemlélet, abban az iskolában a gyerekek is másképp fognak megnyilvánulni. Tényleg a szükség van a cselekvésre, de még nem igazán értjük azt, hogy pontosan mi ez a cselekvés. Hintjük a magukat. Talán azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy a tudatokban kell létrejöjjön először a változás. Hiszen ne felejtsd el, hogy bár én mindig azt szoktam mondani, hogy hiába tudod, most az egyik legfontosabb feladat, most hetek óta azt tanítják nekem például az égiek, hogy nem a tudás a lényeg, hanem a figyelem ereje. Hiszen ahova viszed a figyelmedet, annak energiát adsz. És milyen érzelemmel, megint a Heisenberg-féle határozatlansági elv, tehát, hogy most megtehetjük azt, hogy az energiánkkal, ahogy tudjuk azt például, hogy buddhisták közösen összefogtak és imádkoztak, és abban a városban kevesebb volt a bűnözés. Ahol agykontroll tanfolyamokat tartottak, aznak nem volt semmi. Tehát, hogy én azt látom, hogyha mindenki megteszi ezt a magvetését, a tudatébresztést, ez is ugyanúgy a cselekvés része. Természetesen hozzunk létre élhető farvakat, hiszen a Varga Csabáékkal fantasztikus, amik ők csinálnak. Tehát, hogy várnak már magyar szeretett közösségek. Nem olyan régen voltunk lenne pont a Posgai Nikolékkal előadáson Veszprémbe. Tehát annyira mindenütt ott vannak ezek a kezdeményezés magok. Nekem például most az egyik barátom hoz olyan fafajtákat, amit egy olyan férfi hozott létre, hogy visszahozta az ősi magyar fákat. Tehát szerintem mindenki teszi a dolgát. Tehát, hogy és egyszer csak eljön, fogjuk érezni, hogy mikor. Mikor lesz az a közös erő online meditációk. Tehát azt is látom már, hogy nagyon-nagyon sokan kapcsolódunk az éteri szinten. Egyre több emberrel tudsz beszélni a szakrajtástól. Vagy pedig nem. Tehát inkább azt mondanám, hogy szétválnak ezek a dolgok. Hogy nézd, az ocsú, ugye, igen. Meg a búza, de ők is követni fognak. Tehát az igen. Is fontos, hogy én például nem akarom, én is tartottam ott, ahol ő. Tehát azt sem, azt szoktam mondani, hogy nézd, érts vele egyet, lásd, hogy ő milyen tudatszinten van, fogadd el, te is voltál elsős, aki akkor tanította a betűvetést. Tehát ahogy én elfogadom, hogy az ő szintjén, te találd meg vele is a hangot. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy mindig bárhova mentem, mindenkivel. Tehát a szomszéd asszonyunknak volt a családban cigány, és cigány temetést rendeztek. És képzeld el, hogy óriási tudás van a cigány népben, imádom őket. És képzeld el, hogy én ott a városban nagyon sokszor műsort vezettem, mindenütt jötte, szia Kata! És én megyek, megölelem, és ott volt a temetésük, és ők 3 napig virasztottak. És képzeld el, hogy nagyon érdekes volt, mert fiam is átment sokat hozzájuk, és ott beszélgettem ezekkel a csodálatos asszonyokkal. És annyira fantasztikus volt, mert beszéltem nekik arról, hogy ne reagáld ezt túl, most te ideges vagy. Ha te ideges vagy, ki ideges? Mondom, ki idegeli ki magá? Azt mondja, hát én. És mondom, akkor mit csinálod? Hát tényleg. És meg tudtam értetni velük, és egyszer csak találkozom, nem is láttam, mert ott volt 25-30 asszonyok, 3 napig virasztottak. Mindent kihordtak a lakásból. És ott én ezt nem kérdeztem meg, hogy mit jelent ez, amikor ők mindent kihordanak a lakásból,
És amikor a férjem meghalt, akkor a fiam aznap éjjel, képzeld, hogy elkezdett mindent kihordani a férjem szobájából, és mondom, mit csinálsz, fiam? Azt mondja, anya, tudod, mi hordták ki ott, ahol a virrasztás volt? Hogy a lélek ne legyen hazajáró. Ne itt maradjon, menjen haza, mert itt már nincs dolga. És mi megőrizzük még 800, még a honvait is hazavisszük, és aztán azzal a fiatalasszonnyal, akikkel ott beszélgetem, oda jött hozzám. Tehát, hogy mennyi tudás, ősi tudás van bennük. És oda jött hozzám, hogy hát ő nagyon köszöni, ami ott azon az éjszaka, amikor én ott beszélgettem velük. És másnap is szóltak, hát gyere már rá. Tehát amikor érzed, hogy őt elfogadod, szereted, és nem ugye a szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, akiben mindenkiben meg tudod látni a fényes lelket. Ha te szereted őket, akkor ők érzik ezt a szeretetet. És ez a dolog áramlik az iskolákban, a gyerekeknél. Tehát ahol tanítunk, én ugye 5 vagy 6 iskolába tanítottam, aztán kivették a drámapedagógiát, de a legcsodálatosabb éveim voltak. Tehát mentem az iskolába tanítani, és a gyerek az olyan szinten érzi a te elfogadó szeretetedet. Tehát én nem azt néztem, hogy mit csinál, vagy mit nem csinál. Én láttam, hogy ő maga a csoda. Volt egy, ha van időnk, nem tudom, hogy mennyi időnk van, vagy legfeljebb több adagba teszitek majd föl az adást, volt egy gyönyörű történetem. Az egyik Szentendrei iskolába mentem tanítani, és szólt a portás, hogy várnak az igazgatóirodába. Mm. És ez szeptember 2. hete volt, én mindig kialakítottam a rendet, hétfőn a Barcsaiba tanítottam, tehát meg volt, hogy melyik nap, melyik iskolába vagyok, és mai napig úgy van, hogy pénteken gyerekszínház van a Szentendrén. És akkor ez maradt. Mindig a péntek az nekem a színház nap, sose változott. Mentem ott is egy hétfőn tanítani, de akkor már egy hete jártak a gyerekek, és bementem az igazgatóiba is, és ott volt az igazgatóhelyettes, ott volt a gyámügyes, ott volt az osztályfőnök, és mondták, hogy hát nagyon nagy dráma van, mert egy javító nevelőintézetből ide került egy gyermek, 5. be, mert 2-szer már bukott, az édesapa gyilkosságért börtönbe, és az anya a férfiak szerelméből kapja a pénzt, de nagymama otthon van éjszaka, és nem veszik el a gyerekeket, és ez 2 évig volt ez a gyerek javító nevelő intézetben, és most ide tartoznak kört, de nem tudnak tőle tanítani. És hogy én, aki a drámatanár vagyok, csináljak már valamit, mert tönkre teszi az órákat, kezelhetetlen, agresszív, borzalmas. És ebben az iskolában akkoriban készült egy színházterem, én ott nagyon szerettem úgy tanítani, hogy körben ültünk a gyerekekkel, és ugye mennyire a kerekasztal, az egyenrangúság, nem úgy ülünk a gyerekekkel, hogy most én egy tanári asztalon, én határozom meg, hanem egy körben mindegyik gyereket látom az arcok csillogását. Tehát nem autoritárius rendszerrel nevelni a gyereket, hanem felfedezni és megnyitni az ő csodáját. És körbe rakadtuk a székeket, tehát azonnal láttam, melyik ez a gyerek. Gondolj bele, hogy 5-esek voltak, ő meg 2 fejjel nagyobb mindegyiknél. És így leültünk körbe, és ő pont szembe került vele, és láttam, hogy így ül, és így néz. És elkezdtem mondani, hogy mi a drámapedagógia, hogy a játék eszközeivel, helyzeteket, szituációkat élünk meg, és beépítjük az élet eszköztárába. És akkor így nézem a gyerek, és azt mondja nekem, hogy ide féljen, azt mondja, ezt leszarom. Tudja, mi leszek katona, és ilyeneket ki fogok nyírni. És ránéztem erre a gyerekre, és elkezdtem őt csodálni. Most ezek a gyerekek, én úgy szoktam ezt hívni, hogy bennük van egy úgynevezett belső leolvasó rendszer, ami a vadállatban is ott van. Ha te félsz, vadállat érzi, hogy leuralhat. Az illatodat érzi. Ezek a gyerekek a te tekintetedből olvassák,
hogy neked mi a belső monológod. Mi megtanultunk állarcokat. Most rendezegünk egy zseniális darabot, hogy az állarcok mögé bújunk. A valódi arcunkon fájdalom ülne, de mi mutatjuk, rengeteg olyan állarcunk van már, ami nem a valóság. És a fájdalom mélyén is ott van az a tiszta éned. És én elindultam ehhez a gyerekhez, és valószínűleg ugye mi a standardum? Hogy mondhatsz ilyet, kisfiam? Én pedig elkezdtem csodálni ezt a gyereket. Elindultam felé ezzel a csodálattal, és ő nem értette az én reakciómat. És így láttam, hogy ő még soha erre nem kapott csodálatot. És elindultam felé, és megnyitottam a szívem, és ilyenkor én szoktam javasolni ezt a technikát, hogy elindítasz egy szívárványt. Szívárvány. A szíved szépség, a színek, ugye ti is sokszínűség, és ez nagyon sokszor elindul, hiszen a hétfő csakrád, csokrod, energia kapod, ott van a szivárvány hét színe a mi testünkben. És ezt a központi szívtérben rakod bele, és elindítottam felé, és néztem a szemébe, letérdeltem elé, megfogtam a két térdét, és azt mondtam ennek a gyereknek, hogy csodálatos vagy. Hogy te már most tudod azt, hogy rendet fogsz teremteni, béke fenntartó leszel, és csak akkor viszont képes vagy a hazáért, ha kell harcba szállni, ha kell ölni. Nagyon csodálatos ember vagy, hogy te ezt már most tudod. És érdekes, hogy gyerek így figyel, majd egyszer csak így kihúzta magát, rám nézett, és ilyen elégülté vált. Majd visszaültem a helyemre. Ja, mennyire érdekes, folytattam az órát. Megkapott egy mondatot, rendfenntartó, vigyázni a rendet. A következő pillanatban valaki megszólalt, maradj csendbe, Kati néni tanít. Képzeld el, hogy ez a gyerek, akit senki nem tudott kezelni, az agresszióját, amiért mindennel harcolt, most nem múlt el a gyerek indulata, de a rendre. És képzeld el, hogy elkezdte ez a fiú a gyengéket, ja, mert ilyet is mondtam neki, hogy meg fogod védeni a gyengéket, az elesetteket. Harcolsz majd értük. És képzeld el, hogy ez a gyerek lett az iskolában az egyszemélyes szív security. Mentek hozzá a lányok, a gyengék, onnantól kezdve a tanároknak terelte, a tornasort állította be. Ez a gyerek, ez tökéletesen megváltozott, mert azt az energiát felhasználta, de a rend teremtésére. És nagyon érdekes volt, mert már 8-os volt, hogy én 5-ben, 6-ban tanítottam őket, de akárhol meglátott, ez a gyerek nekem kiabált, Kata néni, szia! Engem mindenki tegez. És persze, öleltem, büszke volt, hogy szeretve van. És 8-os volt, mert mentem be az iskolába, és láttam, hogy verekedés van, és a tornatanár nem tudja szétszedni a verekedőket. És elindultam felé, nem tudtam, hogy ő verekszik. Fogalmam nem volt, csak küldtem az aranyasszonyi minőséget, és amikor odaértem, láttam, hogy ő üt egy gyereket, és bizony már sebes az arca, és annyira nagy, hát gondolj bele, hogy akkor volt a 8-os, tehát ez egy 16 éves nagy férfi kamaszként ütötte azt a gyereket. És képzeld el, hogy megérintettem nagyon finoman. Tehát mindenki, aki próbálta erőszakkal leszedni, azt ő lerázta. Tehát simán lerázta a tornatanárt is. És akkor egyszer csak így megsimítottam a karját, és így azt a simogatásra hátrafordult, meglátott, és abban a pillanatban ez a gyerek elolvadt. Azt mondta, Kata néni. Tehát meglátott engem, és az összes agressziója, a velem való kapcsolata, így, ez így elfújt. Abban a pillanatban kimenekítették alól a másik gyereket, és mondtam, odaszóltam az igazgatónak, mert addigra már ő is kijött, hogy menjetek, küldjetek helyettesítést, hagyjatok itt vele, hogy beszéljek vele. És mindenki elment, becsöngettek, valakit küldtek az én osztályomba, akinek éppen kellett volna tanítanom. Leültem vele, de akkor már zokogott. És mondtam neki, hogy nézd meg,
van téged, ami ural, apádat is uralta. Vagy te uralod ezt az energiát, vagy az ural majd téged. Ugye nagyon sokszor az egónk, nem vesszük észre, minden hangulatod, azt te csinálod a reakcióiddal. És ha hagyod magad be, és egyébként kiderült, hogy ez fiú egy másik gyerek volt, aki ugyanúgy, tehát megbántotta, és ennek a fiúnak nagyon nagy volt az igazságérzete, és nem is lett belőle baj, tehát én megbeszéltem ott az iskolában, hogy végre engedjük már ezt a 8-ot elvégezni, és hát kiderült, én ilyenkor ugye soha nem, tehát mindig megkeresem, hogy gyere, akkor nézzük meg, hogy mi történt itt a szituációban. Tehát, hogyha én csinálok valamit, annak lesz következménye, ha nem csinálok, annak is lesz következménye. És olyasmit csináljak, aminek jobb lesz a következménye. Tehát itt is elmondtam annak a gyereknek, aki kapott tőle, hogy nézd meg, amit te provokáltad őt, és te kiugrasztottad azt a nyulat a bokorból. Na most a szakralitásunk pontosan ott jelent, hogy lesznek helyzetek, ahol minket provokálnak. És amikor elmondtam a fiúnak, hogy neked kell uralnod, ha a gyűlölet ural téged, ha azt hiszed, hogy jobb lesz a világod a haragtól, és ez a fiú most megjavult, te csak egy ellenséget szereztél magadnak. És abban a pillanatban, amikor ő ezt megértette, és azt mondta, hogy tudom, Katonéni, hogy nekem kell uralni, nem lehetek olyan, mint az apám. És ha én uralom a haragomat, és nem engedem, hogy kitörjön. De pontosan ez az egész életünkben is ez a fontos, hogy ettél a jóról és a rosszról, és ott vannak. Tehát nézd meg, ugye a gyönyörű megint a magyar nyelv kettőssége. Ott van a nyugalom és a nyugtalanság. Nézd meg a fosztorképzőt. Kedvesség, kedvetlenség. Tehát a kedvetlenség az a kedvesség hiánya. A nyugtalanság a nyugalom hiánya. Ezek hiányállapotok. És ha én oda beleteszem a kedvességet, és én kedves vagyok azzal is, aki hozzám nem kedves, előbb-utóbb ő észre fogja venni, hogy nem egyszer vettetem úgy észre az emberekkel, hogy én megőrzöm a tengelyemet. Ugye ez is nagyon fontos, hogy a középpontodban legyél, a férfi és a női minőséged egyensúlyába, a szeretett teredbe, és fedeztest fel, vedd észre a lelki kincsét. Ugye a legnyomorultabbnak is olyan lelki kincse, ami belőled hiányzik, így a Vörös Sándor a Teljesség felé című művében. És olvasunk Vörös Sándort, Szepes Máriát, Hanvas Bélát, és természetesen a figyelem energiánkat a szeretettér töltse be. Tehát amikor én figyelek rád, akkor szeretettel figyellek téged. Annyira szép volt ez a hosszú monológ és ez a történet, és szerintem az egyik legfontosabb üzenete az az volt, hogy tudjunk magunkon uralkodni, hiszen mindenkiben benne van az a bizonyos nehézség, az a bizonyos tulajdonság, amit ezen a földi síkon megkapott, mint uralni. Mint amin uralkodni kell, ahhoz, igen, hogy be tudjon illeszkedni a harmóniában. Így van, a saját uradalmadat. Tehát neked kell uralni, nem engedheted, hogy a nyugtalanság vegyen rajtad erőt. Nem engedheted, hogy az elkeseredés legyen erőt. Én nagyon szeretem az egyik dalszövegemet. Nagyon sokszor idézem ezt. A tested egy hangszer. Igen, a szavak egy húr. Ahogy látsz, játszol majd rajta, a sorsod úgy alakul. Mit mondasz, vagy teszel, az még muzsika. Hát engedd, hogy szóljon a lelked szava. A lelked szava a szeretet, mely ápol téged, s megetett. A lelked hangja az öröm, s nem a hamisan szóló közöny. Ha mérges vagy, dühös vagy, hamisan szólsz. Ha panaszkodsz, nyavajogsz, elhangolod. A tested egy hangszer, a szavak a húr, ahogy játszol majd rajta, sorsod úgy alakul. Hát játsszál már rajta olyan muzsikát, mitől szebb és jobb lesz az egész világ. Hát játsszál már rajta olyan zenét, mitől felragyog a nap, és neved az ég.
És amikor megtanulod saját magad áthangolását, és oda viszed a figyelem energiát, amit éltetni akarsz. Tehát ez az összefogás lényege, hogy én éltettem benned a nőt, a másikban a férfit, éltetem a gyermekben az isteni tulajdonságát, felfedezem benne, hogy ő egy csoda. A csodák tanítása azt mondja, hogy meglátom benned a tökéletességet és a teljességet. És ha én meglátom benned, akkor te is felfedezed bennem. És akkor, ha szeretett tereket alakítunk ki, mindenki a maga módján, és természetesen érdemes lenne, most így beugrott egy gondolat, hogy szervezünk találkozókat, menjünk el egymáshoz, tanítsuk egymást, hogy milyen tapasztalat van ott azon a helyen, ezen a helyen, mi jött be nektek, tanítsunk. Tehát nagyon sokan vagyunk tanítók és tanulók egyszerre. Ahogy mondtam, hogy én a gyerekektől tanultam a legtöbbet. Minden esetben magunkról tanulunk. És amikor megjelenik az érzelmi egyensúlyod, és a magasztosabb érzelmek jelennek meg, akkor megjelenik a koronád, mert te önuralomban vagy, és a férfi is akkor király, hogyha önmagát uralja, és nem mások fölött uralkodik. És egy nő is akkor királynő, ha önmagát uralja, és a békét, a harmóniát, a szeretetet, az összhangot, az összekapcsolódást, a szeretett tereket hozza létre, minden. Amiben a cselekvés automatikussá válik. Hiszen ne felejtsd el, hogy a kukoricát fosztó asszonyok együtt énekeltek, együtt a vidámság, az aratásokon, van egy gyönyörű írásom, pont így az aratásról Jézus mutatott egyszer egy gyönyörű történetet, ez egy hosszú, több 5 éve írok szeretett leckéket, és ez egy gyönyörű történet volt. Ott is, hogy a bag, ami kikerült az ugarra, mennyire gyönyörű ez, később azt vetették újra el, mert az nehéz körülmények között is erőssé vált, és a következő vetőmagban nem volt génmódosítva, hanem az erős mag, ami az ugaron 5-6 szemet hozott, az abból lett gyakorlatilag a szárosság tűrő, az erős. Igen, most nekünk tűrővé kell még egy darabig várnunk, hiszen ahogy mondtad, hogy a gödörből kimászni erő. De hogy a fényes lelkek végezzék a feladatukat a családon belül, a szeretetükkel, és hogyha kis magok vetődnek el, ahogy a fű is, nézd meg, sokszor mész, és lehetetlen helyeken is egy megrepett úttestről láttam a múltkor 100-szor szépet. Hatalmas pitypangbukrot, tehát fantasztikus. Tehát, hogy pontosan ez, hogy igen, az a feladatunk, hogy vegyük észre és éltessük egymást, figyeljünk egymásra, tanuljunk egymástól, és egyelőre mi mindenki végezze a szent feladatát, amit a sors rámért, és abból a legjobbat hozza ki, a megbocsájtás által, az elfogadás által, az egység által, és akkor egyszerűen változik a világ, mert mi változunk, visszaváltozunk, mert az ősiségünk ezt mind hozza. Hol találkozhatnak veled személyesen a nézők? Hogy azért elég indulgítóban vagyok, tehát ritkán vállalok. Most rendezek, tehát a rendezéseimet majd lehet látni Szentendrén. Nagyon ki van töltve az időm, a család, az élet, a tanítás és mindenféle más, úgyhogy hát most majd nálatok, ha személyesen nem tudom. Tehát ha valahova hívnak, és érzem a szívemből, akkor megyek bárhová. Akkor mi szeretettel hívunk téged, mert hogy a Szakrális Magyarországnak, a Női Összefogás Közösségnek egy szakrális juniális programja lesz június 4-én, ami a Trianont is ünneplő nap. Nem vagyok itthon. Már beszéltünk, telefonáltak.
Úgyhogy nem, még a kolléganődő hívott, és nem vagyok itthon. De nagyon szívesen máskor jövök, jó? Szóval ez egy fantasztikus nap lesz, és hogyha nem te, akkor hívd azokat a hölgyeket, akik szeretnének együtt ünnepelni, örömködni ezen a napon, bár a Trianon nem feltétlenül egy ünnepünk, a Trianonnak az emléknapja, ettől függetlenül a magyar összetartozásnak a napja, és egy szakrális juniálisra készülünk, Tápió Szent Mártonon, az Attila dombon, az Ezer Asszony táncát, az pedig Ezer Asszony énekét szeretnénk. Tudod, mióta várom az Attila, mondom, még sose voltam ott, de... Én először voltam, és fantasztikus. Igen, gondolom. Igen. Mi úgy gondoljuk, hogy itt a női és a férfi oldalnak az egyensúlya meg fog valósulni. Ugye egy gyógyítóhelynek mondják az Attila dombot. Attila nagy királyunkról nagyon sok legenda van, és van egy olyan is, hogy akkor, amikor Konstantinápolyba ment beszedni az adót, akkor Konstantinápoly falai leomlottak Attila előtt az Ezer Asszony táncának, a Sokasszony táncának és énekének köszönhetően. Mi ehhez a gondolatisághoz szeretnénk egy kicsit visszanyúlni, és leomlasztani azokat a falakat, amik a gyermekeink élhető jövője előtt tornyosulnak, az aranykor előtt tornyosulnak, be kell, hogy lássuk, hogy bizonyos energetikai mintázatok, bizonyos energiák uralására van ahhoz szükség, hogy az a harmónia, az az egyensúly megvalósuljon, ami az aranykori, hát lehet azt mondani, hogy paradicsomi feltételeket adja a gyermekeinknek az életében. Nekünk a mindennapjaink is lehetnek már boldogok, mert azt a tegnapban már megteremtettük, de nagyon felelősek vagyunk, be kell, hogy lássuk, és mi asszonyok különösen, hogy milyen jövő vár a gyermekeinkre. Milyen gyönyörű ez. Ez egy nagyon-nagyon jó, nagyon jó összefogás. Igen, és itt szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, családostól. Jöjjenek a magyar férfiak is, hívjátok a magyar férfiakat is, a gyermekeket is. Mi azt szeretnénk, hogy ez az alkalom legyen egy olyan örömünnep, amiben köszönhetjük az újkor hajnalát. Együtt lehetünk, és az Ezer Asszonynak a tánca, az Ezer Asszony éneke, az leomlasztja a falakat, és ebből az anyagból megépíthetjük az aranykornak az első építő kockáit, az első építőköveit, amire alapozva egészséges, élhető, méltó emberi életet élhető jövő bontakozhat ki. Örülök, hogy itt voltál, Keke. Nagyon szeretnénk, hogy továbbra is a gyerekekkel, a színésztársaiddal együtt megörvendeztessetek bennünket, és visszavárunk ide a TV Pozitív stúdiójába. Köszönöm. Kedves nézőink, szeretettel búcsúzunk Önöktől, innen a stúdióból Kekével, Kertész Katával beszélgettem. Viszontlátásra. Viszontlátásra.